és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mondjuk el együtt Luther Márton esti imáját. Hálát adok neked, mennyei atyám, szeretett fiad, Jézus Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Bocsáss meg, kérlek, minden bűnömet, ha valamiben rosszul cselekedtem, és őrizd meg kegyelmesen ezen az éjszakán. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet a te kezedbe ajánlom. A te szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a mai esti áhítatra választott alapigét, melyet megírva találunk János apostol első levele 14. fejezetében, annak a 18. versében a következő képpen. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Amen. Kedves testvérek, furcsa módon köszöntött ránk az idei esztendő, és nincs ez másképp adventtel sem. Mindannyian érzékeljük ezt a furcsaságot. Több, mint furcsaság. Félelemmel, majd rettegéssel tölt el, ami aztán egészen eláraszt bennünket. Szeretnénk ráhangolódni az ünnepre, és közben minden más elvonja a figyelmünket. És csak találgatni tudunk, hogy milyen lesz az idei ünnepünk. Az egészen biztos, hogy nem a megszokott. De az ünnepet nem tünteti el a járvány. Krisztus ragyogását nem szünteti meg semmi. Ezért is választottam ezt az alapigét erre mai alkalomra. Ha visszaemlékezek erre az évre, akkor el kell mondjam azt, hogy nagyon sokszor volt bennem félelem. És tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. A félelmünk igazi oka az volt, hogy nem volt arca. A láthatatlan ellenség volt. Van. Ebben az évben megtapasztalhattuk azt is, hogy kik azok, akikre számíthatunk. Kik azok, akik a nehezebb időkben is velünk voltak. Akik felénk fordították arcukat. Akik bátorítom, szeretetteljesen ránk mosolyogtak. A szeretetnek, a reménynek, a jóságnak van arca. Ezért képes legyőzni a félelmet. Mert Isten szeretet, és Istennek van arca. Felismerhető. Nagyon sokan tehetik fel azt a kérdést, hogy mi lesz velünk? Mi lesz ezzel a világgal? Hová tartunk? A kérdés hibás. Úgy gondolom, sokkal helyesebben tehetjük fel a kérdést, hogyha azt mondjuk, kié ez a világ? Hol a helyen ebben a világban, aminek van gazdája? Van-e igazi okom a félelemre? Mit veszíthetek? Mi az, ami tényleg elvehetnek tőlem? Kedves testvérek, ha most megkérdeznélek benneteket, mi a szeretet ellentéte, bizonyára nagyon sokan azt válaszolnák, hogy a harag vagy a gyűlölet.
Pedig a szeretet ellenpontja a félelem. Mert a félelem bezár. A félelem nem keres kapcsolatokat. Sőt, minél erősebb, annál inkább felépít magának egy sajátos világot. Egy torz, egy arc nélküli világot. És ilyenkor az ember számára mindenki gyanús, mindenki ellenség. Nem felismerhető, nem szerethető. És így szépen lassan egyre magányosabb lesz az ember a szorongásaival együtt. És nem azt tanácsoljuk, hogy ne féljünk, hanem azt, hogy szeressünk. És a teljes szeretet kiűzi a félelmet. De nem a hétköznapi szeretetről van itt szó, hanem arról, amikor egészen át tudom magam adni, amikor nem én vagyok a legfontosabb, amikor nem körülöttem folynak, zajlanak az események, nem az én életem elvesztése vagy megnyerése a kérdés, hanem egészen más. Testvéreim, meg kell tanulnunk együtt élni a bajainkkal. Meg kell tanulnunk várni Isten válaszára. Igaz, hogy nem azonnal jön, de mindig eljön, és mindig megmutatja magát. Az Úr sosem késik. Isten igéje mécses a lábunk előtt. A mécses pedig csak a következő lépést világítja meg, nem az egész utat. Végül is nem ez a szeretet? Akkor szeretjük valakit, ha tudunk rá várni. Akkor szeretünk, ha nem azonnal és azt várjuk, ami nekünk jó, hanem adunk a másiknak időt és teret, nem pedig önmagunkat keressük a másikban. Várni a másikra és szeretni a másikat, ezek nagyon hasonló fogalmak. És hogyha már kicsit tudunk várakozni, akkor képesek leszünk arra is, hogy ne féljünk. Akkor Isten szeretete kinyitja a szemünket, és kiderül, hogy nem is olyan félelmetes ez a világ. Sőt, még az értetlennek tűnő akadályok is éppen azért voltak jók, mert Isten felé vezérelte bennünket. Isten felé terelte a figyelmünket. És akkor meglátom, az Úr jön. Az Úr jön már. Bár sötét van, felhők takarnak mindent, de lassan kel fel a nap. És csak is Isten adhat szemet, látást arra, hogy ebben a mai világban is meglássuk az ő szeretetének az eljövetelét. Mi emberek nagyon sokat és nagyon sokszor várakozunk. Várhatjuk a jobb és szebb, reményteljes jövőt, de mind ebben várhatjuk Krisztus szeretetét is. Isten ugyanis, aki ezt mondta, a sötétségből támadjon világosság, a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán felnagyobjon nekünk. Mondja Pál apostol a korintusiakhoz írott második levelében. És ez adventi várakozásunk lényege. Krisztus arca, Isten arca. Isten szeretet, Krisztus arca is szeretet. A gonosz arctalan. De Jézus Krisztus legyőzte azt. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy a győztes arca a ragyogjon, és tegye örömteljessé a várakozásunkat. Amen. Imádkozzunk.
Mennyei édesatyánk, látogass meg minket kegyelmeddel, és távolítsd el a sötétséget, a félelmet lelkünkből a te világosságoddal. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké, és akinek a nevében még eképpen imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájukkal. Amen. Eljött számunkra is a próbatétel ideje. Isten mérlegre állít, hogy a világ lássa, mit érünk. Most mutatkozik meg mindennek valódi arca és igazi értéke. Ebben a krízisben vajon képesek vagyunk túllátni azon, ami nekünk, családunknak, szeretteinknek jár? Meglátjuk azokat, akiknek nincs segítsége, jövedelme, egészsége és ereje? Támogass szolgálatunkat, hogy segíteni tudjunk. Idős embertársaink, a munka és jövedelem nélkül maradt családok, ellátásra szoruló testvéreink, szórványgyülekezeteink számítanak rá. Várják segítségünket, igénylik törődésünket és figyelmünket. Hát ne maradj tétlen, légy ott, légy jelen, segíts, hogy segíthessünk. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.